English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Mostanság divatos darálni azt, ami nem tetszik. Könyvekkel próbálkoztak már egyesek. A mai műsorban én ledarálom azokat a magyar dalszövegeket, amik nekem nem tetszenek. Akár tetszik ez valakinek, akár nem. A mai készülékünk egy kifejezetten érdekes és érdekfeszítő készülék lesz. A darálás szerelmeseinek fogom bemutatni önöknek ezt a multifunkciós zsobdarálógépet. Ám, de ha valaki éppen nem hús szeretne vele darálni, hanem valami mást, arra is tökéletesen alkalmas. Milyen jó kis eszközt ajánlottak ehhez. Hát lehet azért erre nem lesz szükség. Üdv mindenkinek, indul az angol reggeli extra kiadása, a daldaráló. English Breakfast Extra. A dupla adag angol reggeli. Daldaráló a mai napon itt az angol reggeli extra kiadásában. Első körben kerestem pár igazán ütős dalszöveget, amik maradjunk annyiban, nem egy József Attila szinten mozognak, és kicsit máshogy ütnek meg, mint mondjuk a költő művei. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De egy biztos, olyan dalok ezek, amik benne maradnak az ember fülében, buliztunk rájuk, vagy még mindig bulizunk, annak ellenére, hogy tulajdonképpen borzalmasak. Kezdjük is első nemzeti csalogányunkkal. Jöjjön Kozsó! Érzések, a szerelem, az ébredések, a kaják, a vizek, mindent imádok, mindent pozitíven csak. Kozsó dalszövegeiből szemezgetve több is pályázna a műsor szereplőjének ma, azonban csak egyet hoztam, elég lesz ez. Jöjjön a szomorú szaburá! Hát itt jogos a kérdés, hogy mire gondolhatott a költő. Ezt kell csinálnie! Produkció! Ezt kell csinálnie! Ezt kell csinálnie! Igen, valóban ez az első gondolata az embernek. Na de próbáljunk meg a sorok közé látni. Iniko, mananiko, manana erej. Manano, mananiko, iniko hely. Mit is jelenthet mindez? Tinódi Langyos Sebestyén nyomdokain haladva, ez egy igazi harci induló lehet, ahol a japán harcművész a szamuráj kardját szorongatva csatába indulás előtt elhörgi mondani valóját asszonyának. Pontos fordítása nem ismert. Na, itt ugye megszólal a szamuráj csaja, és itt egy picit elgondolkozhatunk azon, hogy végül is a szamuráj melyik kardját is szorongatta az első költői képben. Meg hogy most hol is kell harcolni? Mert nézzük csak, harcolj értem, a szerelem vár. Na most eddig ez utalás lehet egy nagyon csúnya szerelmi sokszögre, ilyen brutál swinger klubos buliról is lehet szó, amikor nem tudni, hogy melyik kard tulajdonképpen kivel is van. A főszereplő múltjában nyerhetünk, vagy esetleg, ha a swingeres ötletem helytálló, nyelhetünk betekintést. Az nagyon gyorsan kiderül, hogy kamugép a szamuráj. Kamucuki Yokohara, vagy valami hasonló lehet amúgy a neve. Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Na, itt erősítették meg a swinger klubos teóriámat. Szóval, még hogy nem a méret a lényeg, mi? Már is a témánál vagyunk. Ennek a verszaknak lényege, hogy kamuzni kell a nagyot, másképp nem leszünk legendás szamurájok. Na, sajnos mindenki ismeri a szöveget, mindenki énekelte már, én még koncerteken is, de ezt daráljuk le ma elsőként. Bye-bye, szamuráj! Ez az English Breakfast Extra. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan készülhetnek azok a slágerek, amelyeket a mai műsorban ledarálok. Mert ugye az első kérdés az az... De miért? Igen, köszi Ábel. A miértre nem fogjuk tudni a választ szerintem. Arra talán igen, hogy hogyan is készülhet. Cukor! Só! És minden mi jó!
Ezekből az összetevőkből próbálták megalkotni a tökéletes kislányokat. Jó, mondjuk a tökéletes kislányok receptje is nagyon-nagyon fontos. Remélem jegyzetelt mindenki, de nem ez volt a kérdés. Szóval hogyan is készülhetnek a szörnyű dalszövegek? Mi kellhet hozzá? Nem ma fogok leszokni a dohányzásról. Dohányzás? Ejjjjj! Senkinek nem ajánlott. De még kellhet ezen kívül valami? Mondjuk, hogyha felidegel, hogy nem tudok egy újabb rímet összeírni. Hát nem ma fogok leszokni a nyugtatókról. Azok a fránya bogyók. Mondjuk a nyugtató szerintem lassú dalokhoz vezethet. Nem ma fogok leszokni a szipózásról. Hú, hát ez mondjuk elég durva felsorolás. És hogyha mindezek megvannak, lehet ezt még fokozni. Kell még valami adalékanyag, hogy egy tökéletesen szörnyű dalszöveget írjunk. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Hát igen, egy jó pálinka sok dolgot megmagyarázhat. Szóval, ha ezek beütnek, születnek a legdurvább dalszövegek. Nálam is, hogyha a pálinka beüt, fura dolgok vannak. Jobb esetben csak csajozni próbálok. Mondd, kis kócos, hol van a mama? De most ebben az esetben mi lehet itt a kócos? Szóval a pálinka fura hatással van mindenkire, hát rám is. English Breakfast Extra. A Radio Here We Go. Folytatódik a daráló. Olyan dalszövegek a górcső alatt, amiket nem indíthatunk szép irodalmi versenyeken. Ellenben slágerek lettek, és benne maradnak az emberek fülében. Annyira, hogy néha nem ártana egy fülorgégész, hogy kiszedje. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Listán következő előadója, Bay Alex. Legismertebb slágere, amely Európát is megjárta, az a Kedvesem. Hogy miért akarom ledarálni? Hát már is megmagyarázom, tessék megnyugodni. Az én kedvesem egy olyan lány, akit farkasok neveltek is. A költő elkezdte szíve választottjának bemutatását, ez a féle önéletrajz, amely persze a kezdetekről indít. Kiderül, hogy nem egyszerű gyerekkora volt a csajnak, kibb***ták az erdőbe, és farkas csecsen nevelkedett. Tehát ő volt Maugli, vagy esetleg Romulus és Rémus. Táncolt egy téli bábbal, majd elillant csendesen az én kedvesem. Na itt a folytatásban kiderül az is, hogy a csaj nehéz gyerekkora komoly gondokat okozott nála. Most is kirohan táncikálni, utána eltűnik és keresedik mindenfelé. De azért a költő az szereti. Ő az én kedvesem. A költő itt nyomatékosítja, hogy a csaj csak is az övé. Ezt amúgy burkolt fenyegetésnek is lehetne venni, amely kimeríti a BTK 123/22/54 verssel való fenyegetésre utaló magatartás vétségét. A csajra sem ránézni, hozzáérni, szemezni, vagy etetni is szigorúan tilos. Az én kedvesem egy olyan lány, akit átölel hét kontinens. Az első utalás a versben a csaj méreteire. Költői túlzásnak vélhetnénk ezt, de lehet, hogy tényleg nagyon dagadt. Ezért is tilos etetni, ugye, ami már az előbbiekben kiderült. Csobban szép tengerekben, s táncot lejt fent felhők közt a kedvesem. Hát itt tulajdonképpen a költő a kedvese méreteit ecseteli költői képekkel, valószínű, hogy a bálnára gondolt. Hiszen mi az, ami a tengerbe csobban, de repül is? Repül a bálna! Repül a bálna! Na, ugye, hogy a bálna? Mint ahogy a Republik is megénekelte. Nos, ez a nagy darab állat mi mindenre képes? Most már csak egy kérdés maradt. Hogy neveltek fel egy bálnát farkasok? Két lehetőség van, kérem szépen. Vagy a farkasok beúsztak a tengerbe, szoptatni a pici bálnát, ami kevésbé életszerű. Vagy pedig, és ez a valószínűbb, a bálna, mivel ugye tud repülni, kirepült az erdőbe, és elment egy kicsit szopni farkasékhoz, akik közben megnevelgették is. Szóval mindezekért bye-bye, bye Alex. Dalálóba megy a kedvesem. English Breakfast Extra. Annyi, de annyi sláger van, amit dúdolunk naphosszat, énekelgetünk közben belegondolva a dalszöveg. Maradjunk annyiban, hogy hagyd némi kívánnivalót maga után. De persze rajongunk ezekért a zenékért. Szintis Laci! Szintis Laci! Szintis Laci! Igen, valahogy ilyen módon. És hogy milyen dalok kerültek még a mai listára? Azért olyanokat választottam, amiket komoly szándékkal írtak. Na majd én most megmutatom a világnak. Szinti boy, elé az zagyba Tibor vagyok, Tiszakarabról. Kocsmában tévé felhangosít, háttérzaj, lezár.
Na jó, azért az is szempont volt, hogy komoly sikereket is elértek ezek a dalok. Ebben az órában is ledarálok még párat, mindjárt kezdem. Következő ledarálandó dalunkat egy igen népszerű celeb hozza. Inkább celebnek lehetne hívni, mint énekesnek vagy zenésznek, ugyanis bármibe belefog, amiért róla szólhatnak a hírek. És ez inkább a celebek jellemzője. Jöjjön következő versenyzők, Kassa Tibi! Mi pedig folytatjuk rá, Homot az egész világon készítettek felvételeket a többek szerint égből érkező különös hangokról, köztük Magyarországon is. Azt, hogy ezt többek által az apokalipszis harsonáiként is emlegetett hangjelenségek mi okozza, azt még találgatják. A reklám előtt már mutattunk egy videót a különös jelenségről, most mutatunk egy újabb megdöbbentő videót, a felvétel Finnországban készült, utána pedig megpróbáljuk mi is megfejteni a jelenséget. Ezt eddig nem is gondoltam volna. Tibiről érdemes azért pár szót vesztegetnünk. Ugye kezdte annó a Krisztálban, amivel alkottak pár slágert, volt rádiós műsorvezető azóta, csinált már pár tévéműsort, igaz ez utóbbi már kevésbé volt eredeti, hiszen Jimmy Fallon show műsorát néha szó szerinti fordításban lehetett látni magyarul. Csak hát lefordítva nem volt olyan vicces. És miután elég gyorsan kiverült a meghívható magyar hírességek listája, a műsor is véget ért. Azóta influencer, celeb és zenében szólóban nyomja. És hogy melyik szerintem a ledarálandó dal tőle? Hello idegen, nem hagyj idegen, s bárhogy takarod, te is akarod. Hello idegen, mondd most mi legyen, valaki átja magad magányos szívemen. Ilyen rímek után érzem, ahogy rímhányó romhányi sírva fakad valahol ott fent, szegény. Ilyeneket amúgy én is tudok. Hello idegen, nem hagysz hidegen, adok egy tányér zsírt a szigetem. Na, ugye, hogy van, ez is olyan jó. Köszönöm, köszönöm. Na de mit is jelenthetnek ezek a sorok? Hello idegen, nem hagysz hidegen. Hát elég valószínű, hogy konvektor szerelő lehet a dal tárgya. Bárhogy tagadod, te is akarod, itt pedig szerintem azt jelenti az egész, hogy javítani kell a tél elején ugye a konvektorokat, nincs kedve az embernek dolgozni, de hát a pénz miatt csak akarja a minél több munkát, és minél több mókust lehúzni a pénzzel. Hello idegen mond, hogy mi legyen valaki átgyalogolt magányos szívemen, folytatódik a dal. Hát kiderült ugye, hogy megjött a konvektor szerelő egy magányos ember házába, de hát a dalszöveg írója egyből beleesett. Talán a konvektor szerelő dekoltás miatt lehet ez. Nekem legalábbis ez a gyanúm. Ma ilyen én leszek a játékod és te az enyém, aztán reggel együtt kávézunk, vagy mit tudom én. Na hát a főszereplőnk nem lacafacázi, ahogy mondani szokták. Meglátta, és a köszönés után, hogy hello, még csak meg sem mutatta a konvektort, hanem egyből az ágyat. Nem is tudom, mennyi konvektor szerelőnél jöhetett ez már be. Erős romantikus szál is bejön a képbe, vagyis, hogy együtt kávézhatnak reggel, vagy mit tudom én. Lehet, ágyba viszi Tibi a kávét. Szerelmének pedig már csak ledarálni meg megfőzni kellene. Hello idegen, mondd most mi legyen, játsszuk, hogy csak te meg én egy lakatlan szigeten. Na most mi is van egy lakatlan szigeten? Hát a nagy büdös semmi. Akkor mit is csinálnak ott Tibiék? Mivel játszanak? Vagy ez csak egy szerepjáték? Az nem lehet, mert csak a helyszín van megadva. Vagy nem is szerepjáték, hanem ez az ország-város kicsit átdolgozva. Ho-ho, rájöttem. Szerintem elég is lesz Tibiből ennyi. Na, azért azt elárulnám, a várlak szó 134 alkalommal szerepel ebben a dalban. Beragadt a billentyű. Haha, mit most nekem a darálón? Szervusz Tibi! English Breakfast Extra. Nem is tudom, hogy mit érezhet akkor egy zenész, amikor megkeresem, és azt mondom neki, figyelj, valami nagyon rossz dalra lenne szükségem, és rád gondoltam, meg tudod csinálni, tud segíteni. Általában az ilyenekért megölnék az embert. Szerencsére a Madame nem így tett, összeszedték magukat, írtak egy nagyon jó dalt, majd azt ki is törölték, el sem küldték inkább, és csináltak a kérésemnek megfelelően egy rosszabbat. Ami meg így is jobb lett, mint a ledarált dalok eddig, amik a műsorban is elhangoztak. Jöjjön hát házi zenekarunk!
English Breakfast Extra. 40 millió. Hát ezt akármiben nézzük sok. Ez az a szám, amennyien megnézték a következő slágert, a legnagyobb videó megosztón. Ennyi megtekintése van ennek a dalnak, ami hamarosan ledarálásra kerül. De már is megmagyarázom, hogy miért is érdemli ki a darálást. Jön a Jolie! Az elejét értem, a felé-felé rím mondjuk egy kicsit egyszerű. Igazából, hogyha például egy Radnóti is mindig ugyanazokkal a szavakkal fejezte volna be a vers sorokat, akkor lehet kevesebbet tanítanának róla az iskolákban. De ha ettől az apróságtól eltekintünk, akkor ott is a folytatás. Minden szép lány róla beszél, Jolly a devla lé. Mi a bűbánatos jó az a devla lé? Oké, róla beszélnek a lányok, de mit? Azt, hogy devla lé. Figyelj már, Terike, láttad a Jolit? Tudtad, hogy az devla lé? Vagy a devla lé az egy cselekvés? Tehát, Terike, devlázzuk meg a Jolit. Vagy ez egy új márkájú etnikai üdítőital, a devla lé? Hoppá, hoppá, szóval egy fontos kijelentés, itt megtudhatjuk, mi is kell a nőknek. A8-as Audi, jegyzetel mindenki? Oké, rendben. És viszkit rendelni liter szám. Na, most, hogyha meg is kell inni, akkor viszont hogy ül be az A8-asba? Vagy ez egy rajzlap? Nagyon pici lehet mondjuk. Én A6-ig képben vagyok, de hát már az sem olyan túl nagy. Az na most megint mi a devla van itt? Nem értek egy szót se. Egy biztos, hogy Jolly a király. Megkoronáztuk. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Felkentük meg minden. Rendben, ő a király. Azt mondjuk nem tudtuk meg, hogy milyen jogom. Mert a legtöbb országban a monarchiához elég kevésnek számít egy jó kocsi, meg hogy rendeljük a viszkit literszám, de tekintsünk el ettől. Szóval Jolly, aki király, de már annyira, hogy udvari zenekara is van. És lehet, hogy amúgy Jolly archeimeres. Hogy miből is gondolom? Hát mert a zenészek éneklik, hogy hé, Jolly, te vagy a király. Hát miért éneklik? Mert gondolom Jolly elfelejti folyamatosan, és így muszáj szólni neki, hogy tudtában legyen ennek. Na most az a helyzet, hogy nagyon szerettem volna, hogyha kiderül valami a királyságról, Jollyról, vagy Kisgrófóról, de a dalszöveg úgy folytatódik, hogy teljesen ugyanez szó szerint, csak más névvel. Hát akkor egy ilyen dualista monarchia lesz ez az egész szerintem, két királlyal, vagy ha írnak még verszakokat, akkor lehet, hogy többen. 40 millió megtekintés, anyám borogas! Tudom, tudom, ez is jelent valamit. Hogy mit? Hát azt, hogy már is darálom. English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Véget ért a mai műsor. Egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyeznem. Ez az én véleményemet tükrözte a daldarálás. Ez egy szubjektív dolog, attól függetlenül, hogy nem tetszenek ezek a dalok. Elismerem, sikert értek el, és megvan a saját közönségük. Ezeket az állításokat azért mondom el, mert itt áll egy pisztolyt szegezve a fejemhez a programigazgató és a jogi tanácsadó, akik azt mondták, hogy ha pereskedni kezd valaki, akkor nekem annyi. De lehet, hogy már most annyi. Jaj, szerencsére. Vaktöltény volt. Na, remélem tetszett a sok dalszöveg ellenzés, lehet még lesz darálivaló a jövőben is, viszont most én megyek, kitisztítom a darálót, elmosogatok, kipihenem magam a hétvégén, és hétfőn újra reggel 8 órától ugyanitt találkozunk. További szép napot mindenkinek! Ez az English Breakfast Extra!